Sziasztok, üdv mindenkinek, ez a Tiszta Kezeket fel harmadik adása, és most már igyekszünk azért így a csütörtök mellett a vasárnapokat is bevonni, és nem is akármilyen vendégek lesznek a mai napon, mindjárt elmondom, amint lesz majd egy-két néző, és tud csatlakozni mindenki. Szóval a mai napon megint fiúnapot tartunk, kétharmadban kapusnapot, hiszen itt lesz velünk Mikler Roli és Terbikárpi is, és aki nem kapus, de itt lesz velünk szintén, az pedig Balogh Zsolti lesz, majd mindjárt néhány perc múlva ő lesz az első vendég, legalábbis a kézilabdások közül, mert ahogyan megszokhattátok, lesznek a mai napon is kollégák, szakértők, úgyhogy mindenki szépen el tudja mondani, hogy mi a helyzet vele, és ahogyan azt már megszokhattátok, az összes eddigi Tiszta Kezeket feladás, azaz mind a kettő Petúr Andrissal kezdődött, és a terveim szerint a Andrist. Ez most a feeling, tehát nem kell, de valami, igen, a ház mögötti terület. Arra gondoltam, hogy mivel annyit beszélgetünk itt, igazából mióta karantén van és megszűntek a sportesemények, a kettőnk messenger beszélgetésén a média fájlok picit átalakultak, mert igazából nekem már Viki is itt szóvá tette, hogy nem tudunk ajánlni Petúr Andris nélkül, mert hogy mindent küldözgetünk. Igazából indítanunk én egy Tiszta Kezeket felen belül egy ilyen gasztrorovatot, és... Sajnálom, hogy lent vagy, mert megmutattattam volna a kiflit, amit csináltál. Hát ide nem lehet képet tenni? Nem. Nem tudom. Nem majd mindjárt ledobott. Ez a hajnali kifli. De hát most ilyen alapon megmutattattuk volna az összes többi cuccot. Igen, a kocsonya is jól sikerült. Én arra vagyok mostanában a legbüszkébb. De most liskok készült, képzeld el, csoki öntettel. De azt is tudom, mindent te csinálsz? Nem, azt most a Zsuzsi nyomta ezt a kettőt, mert valahogy hajnalban nem tudott aludni. Úgyhogy langyos kifli szagra ébredtem, az elég jó volt. De aztán éjszakánként meg én főzök általában. Te meg a disznófüledre lehetsz a legbüszkébb, mert az még békeidőből való. De figyelj, amúgy szerintem adásban voltunk akkor is, amikor azt javasoltuk, hogy ezt az egész műsort, a Tiszta Kezeket felt, ezt úgy nyomjuk, hogy közben főzünk. Tehát egyfajta ilyen csillagtúra-szerű körkapcsolás, hogy vissza a konyhába, fordítasz egyet a rizsen, majd kapcsolod Sterbikárpit a rozéjával, majd vissza a konyhába. Na, azért ilyen információkat ne adjál ki még. Miről van szó? Hát ez csak egy tipp volt. Igen, viszont a csütörtökök indulva meg lennének olyan vendégek, akik bajban lennének. Ugye Szikora Merinda említette, hogy nem akar senkit pluszban megfertőzni még a főztjével is. Akkor lehet, hogy pont nem, csak láttam a nyál arcát, de akkor pont le kellett tennem egy pillanatra a telefon. Úgyhogy róla most ezúttal lemaradtam sajnos. De ja, amúgy meg tudod, mi van még? Most úgy beszélünk, már vannak 35-en, akik néznek minket, úgyhogy még mindig szűk körben vagyunk. Mivel ültettem paradicsomot meg retket a teraszon, én gondoltam, hogy akkor is egy nappal tovább húzom háborús időkben, ha itt nagyon nagy baj lesz. Úgyhogy egy virágcserében, amiatt esélytelen nyilván, hogy kijöjjön. Majd arra gondoltam, hogy kivágom a műanyag cserép alját, és onnan fogom kivenni a retket. Pedig szerintem a jövő heti fagy, az kifejezetten sokat segít a paradicsom palántának. Jó, de ezt most azt hiszem, itt bent kell, nem tudom mi ez a szó, rügyeztetni, csiráztatni, fogalmam sincsen. Az a lényeg, hogy egy tő paradicsom és egy, nem tudom mi a szó, gyökérzetnyi retek megindult rögös útján egy ilyen ekkora magból. Tehát szigorúan, hogy ugye sok időbe teljen, mert itt mindennek az a lényeg, amit csinálunk, hogy minél tovább tartson, aztán is megy az idő, ekkora magból fogjuk ezt most növényé formálni. Gondolkoztam, hogy mi legyen ma az a téma, amit úgy mindenkitől megkérdezek, talán a legjobb alany, vagy így teszt alanyként, hogy mit lehet csinálni, akinél most már jelentkeznek a sportelvonási tünetek, vagy a sport közvetítési elvonási tünetek, milyen megoldások vannak ez ellen, ami esetleg a sporthoz kapcsolódik, és nem mondjuk paradicsomültetés, vagy valami ilyesmi. Ja, ez egy nyitott kérdés, tehát mondjam meg, hogy mit csináljanak, és sportot akar nézni, de nincs sport. Hát vagy legalábbis bármit a sporttal kapcsolatban csinálni akar. Hát, ez Zoli fogalma, ez most nagyon jó, tényleg remekül kérdezem, még riporter is lehetett volna belőlem. Egyszerűen nem. Nem volt megfelelő tanárom hozzá. Nem tudom. Ugye most tök nagy divat, hogy kommentátorok kommentálják az élet civil eseményeit. Mondjuk itt szerintem nekünk itt szakmán belülről, én nekem ez kevésbé vicces, mert ez nekem ez a, de szerintem ez tök alap, hogy ezt mindannyian meg tudjuk csinálni, ez picit nekem ilyen ripacs dolog, de azért mindenki próbálhatja, hogy akkor a hétköznapi életét fogja föl sportként, és
és le lehet nyugodtan közvetíteni egy közértben járás, közben elszabad. Ne gyere ide kicsim, nyugodtan, gyere! A 42 ember elbírja ezt, hogy itt van. Panda Maci Gyere, Ezra! sapkának. Igen. Tudod, hogy most a kislányommal vagyok, nem? Ja, igen, mert ő tud járni. Nem, nyommal, nyommal, nem. Ja, azért. Hát ha gondolom, hogy nem mi rossz, mondod, hogy menjen oda. Az, hogy gyere ide, az már szűr az egyik gyerekre. Szóval ez egy jó dolog, igen, hogy az fölfogjuk a hétköznapi életünket úgy, mintha azok ettől egyik olimpiai sportágak lennének, és akkor ezeket leközvetítjük. Nekem így ez a Mencsvár egy ilyen belső közvetítési motor, az folyamatosan működik. Tehát, hogyha nagy ritkán kimegyek a városba autóval, mert muszáj intézni valamit, akkor azért úgy húzom vissza a kettest, hogy érezzem, hogy még mint hogyha dübörögne a versenyszellem. Nem tudom, de nagyon nem. Egyben nem ugrott be, hogy amikor te tanítottál, akkor volt is egy ilyen feladatod, hogy üljünk ki az ablakba, és próbáljuk, sőt, talán az első feladat volt, hogy üljünk ki az ablakba, és egy percig közvetítsük azt, ami történik kint az utcán. Én ezzel a feladattal szűrtem le a 15 fős csoportnak a felére, hogy kiből lesz valami, és kiből kevésbé nagy eséllyel. Ja, ezért egy jó ezt a témát most adjuk, hogy ki melyik csoportba került, viszont azt mondom, hogy nekem mindjárt Balogh Zsoltit kapcsoljuk. Mi az, ami ebben a pillanatban legjobban érdekel Balogh Zsoltival kapcsolatban, vagy akár a másik két mai vendéggel kapcsolatban, és azon túl, hogy egyébként Zsoltinak ma születésnapja van? Igen, igen, igen. Hát először is nagyon érdekel, hogy Balogh Zsolti is kihasználja-e azt, hogy nem mutatkozik hétről hétre a tévé előtt, és megpróbálja megnöveszteni a haját, ahogyan én is. Versenyt tartotok esetleg? Hallod? Botrány. Botrány. Most nem azért ők sapkában, mert kicsit már hűvös van, meg kicsit nátás is lettem, de első kérdésem Balogh Zsolti az, hogy hosszú évek után nem akarja megnézni, ha már úgyis teljes inkognitóban van, és nem látja senki, hogy mennyi maradt a hajából. Csak hogy egy ilyen fontos témával kezdjünk. Ami engem érdekel, az ugye az, hogy milyen szinten osztotta meg a kézilabdás, inkább a játékosokat tulajdonképpen, ez az augusztus végi, szeptember elejé időpont, amit ugye már hetek óta tudunk, de ezt úgy igazából most fixálták, most látjuk leírva, most esik le mindenkinek, hogy mi az szeptember 5-én női, és ugye két héttel korábban, ha jól mondom, férfi Final Four-t játszani. És őszintén szóval én egy picit még mindig nem értem, hogy játékosok ezen úgy akadnak ki, mint az egész róluk szólna, mint ez egy ellenük elkövetett merénylet lenne. Én egyáltalán nem szimpatizálok a most éppen a Szágozer-Mikkel-Hansen-féle vonallal. Ugye ma egy Lois Abbing interjút lehetett olvasni, mert hogy ő a Rostovból ugye elmegy majd az Odenzébe, és akkor mi az, hogy ő már Odense játékosként nem játszhat majd a Final Four-on, ha bejut a Rostov. És bennem, ugye múlt héten volt egy pár nap egy ilyen merész ötletem, hogy akkor azok, akiknek kettős igazolásuk lenne, ne játszanak sehol. Azóta ezt picit egyszerűsítettem, mert ugye az az igazság, hogy az van, hogy attól, mert a játékos, persze mindenki így csinálja, nem a Final Four, tehát nem a szezon végéig köt szerződést, hanem egy fix dátumig, hát ez van. Tehát érted, ad abszurdum az is lehetne, hogy mondjuk egy bajnokság a kitűzött május 22 helyett valami oknál fogva május 29-én ér véget, és ha az ember május 22-ig kötött szerződést, akkor bocsi, nem játszhat tovább. Nyilván senki nem számított erre a vírusra, de az van a papírba írva, az az igazság, az van a papírba írva, hogy ő abban az időpontban nem a csapat játékosa. És ennek lehet az oka koronavírus, és lehet bármi más, ez egy ugyanolyan viszmajor helyzet, mintha, nem minden, nem akarok példákat mondani. A másik kérdés pedig, hogy ugye mit rendelkezik, vagy hogyan rendelkezik az EHF arról, hogy valaki játszhat-e ugyanabban a BL szezonban érvényes szerződéssel két különböző csapatban. És erre is nem a válasz, akkor sajnos az a helyzet, nem fog kézilabdázni Kiliként Szágozen a Kölnben, és további két női játékos sem, akit ez fenyeget. De szerintem lehet, hogy legegyszerűbb csak arra figyelni, hogy mi van leírva. És leírva sajnos ez van. Úgyhogy nekem én erről eléggé markáns véleményem van, hogy ez nem a játékosokról szól, abszolút nem egy-egy kiváló játékos problémájával redukálnám ezt. Hozzáteszem, picit se vagyok biztos benne, hogy ezek nem csak ilyen a pillanatnak szóló menekülő dátumok. Tehát olyan iszonyú nagy esélyt egy augusztusi kölnösen látok sajnos a pillanatban. Meglátjuk majd. Engem ezek a reakciók eléggé érdekelnek, hogy... Azt hiszem, hogy pont Balogh Zsolti és a Tatabánya lenne az, amely igazából baromira örülne bármilyen dátumkor megrendezett EHF Kupa Final Four-nak.
ugye az, azt hiszem, hogy augusztus utolsó előtti hétvégére van tervezve. Hát akkor kifaggatom erről is meg, akkor továbbítsam ezt a hajkérdést, hogy Hát nem, legalább... hát most nem, mert csak mondtam valamit, ami ilyenkor a váratlan elzártság nyomán ilyen hajukat letoló embereknél feljöhet, hogy megnézzék, hogy egyébként mi van a sapka alatt. Ja, meg még valami, hát nyilván ugye szó volt legalábbis érintőlegesen arról, hogy ugye a magyar topklubok is racionalizálnak költségeket, ami egy nagyon szép megfogalmazás. Nagyon racionalizálni nem tudsz, egy dolgot tudsz csinálni, elvonod a költséget, és csökkented a fizetést, és ugye, hogy ebbe ki hogyan megy bele, ugye látni már futballistáknál, Juventusnál mai hír, hogy 4 hónapról Ronaldóék lemondtak. Engem nagyon érdekelne, hogy Tatabányán, adott esetben Veszprémben, Szegeden, bárhol máshol van-e már erről szó, hogy játékosok hány havi fizetésük hány százalékáról mondjanak le, amennyiben ez a helyzet a klubjukat fenyegeti, már pedig szerintem minden profi klubot ilyen szinten fenyeget. Ez akkor most igazából a magyar top 3 magyar klubnál ezt végig is tudom kérdezni. Kezdjünk akkor Tatabányán. Andris, neked köszi, további jó éjszakai sütkérezést, főzőcskézést, vigyázzatok magatokra. Ciao. Hello, hello, szia Andris. Na és akkor, ahogy mondom, mindig ezzel van probléma itt, amikor mennek ezek a közvetítések, hogy megtaláljam azt az embert a listában, akivel én szeretnék most itt beszélgetni. Most nagyon keresem. Megvan Zsolti, pont legalul volt. És egyébként megvan Stervi Kárpi is. Ő is lesz majd a mai napon. Kettőjük között pedig majd Mikler Rolandot kapcsolom. Na, szia Zsolti, köszi szépen, hogy itt vagy. És mindent megelőzve nagyon boldog születésnapot kívánunk. Azt hiszem, hogy sokunk nevében. Hogy telik a születésnap? Sziasztok. Bocsánat. Sziasztok, köszönöm szépen. Hát olyan kis családias hangulatban történik, ugye ez a mai szülinap. Nyilván sok opciónk nincsen arra, hogy akármilyen különleges módon megünnepeljük most ezt, de azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, a lényeg, hogy a szűk családommal itthon lehetek, és gyakorlatilag most ez majdhogy nem egy ugyanolyan nap, mint az elmúlt napok, mert semmiben sem változik annyiban, hogy többet van a telefon a kezembe, és próbálok válaszolni ugye a sok jó kívánságra. Összességében már Mátét is kifaggattam a múlt héten, hogy milyen most ennyit együtt lenni a gyermekével, ugye te is kisgyermekes apuka vagy, neked nyilván szintén Mátéhoz hasonlóan megvannak a pozitívumok, a karantént, illetve a vírust illetően, hogy többet lehetsz a kislányoddal és a pároddal, de összességében hogy éled meg te ezeket a napokat, heteket? Az elején azt gondolom, hogy jó érzés volt, egy olyan furcsaság, ez az újdonság varázsa még ott volt, hogy most akkor tényleg nincsenek edzések, tényleg nincsenek meccsek, hogy ez meddig fog így tartani. Tehát az elején azt mondom, hogy tök jó volt, mert pénteken játszottunk, azt hiszem 13-án, és ahogy végeztünk Vácon, akkor már zárt kapus mérkőzés volt. És akkor jelentették be hivatalosan is, hogy nem lesz több mérkőzés, és akkor úgy hirtelen úgy éreztem, hogy rám szakad az időbank, és nem tudtam hirtelen, hogy most akkor mit is lehet ilyenkor csinálni ennyi szabad idővel, ugye ez 2 hete volt, szóval az első hét aránylag jól lement, azt mondom, hogy aránylag gördülékenyen megterveztem itt a napjaimat, hogy mikor, mit fogok csinálni. Most ugye a második hétben vagyunk, most már azért voltak nehezebb pillanatok, amikor egy kicsit már untam ezt a monotonitást, ugye, hogy majdnem minden nap egyforma, de összességében azt gondolom, hogy nem panaszkodok, és a lényeg, hogy tényleg az egészségünk nem maradjon, és legalább tényleg a legfontosabbakkal tudom tölteni ezeket a napokat is. A kislányod élvezi, hogy ennyit otthon vagy, edzésektől, meccsektől, utazásoktól mentesen? Abszolút, abszolút, nagyon, nagyon jó kijövünk szerencsére, és hál' Istennek nincs is vele sok gond, úgyhogy élvezem a társaságát, napi egyszer szokott aludni, azért akkor mi is egy kicsit megpihenünk, és utána folytatódik a rohangászás utána. Mi az a tevékenység, amit legtöbbet csinálsz most így, hogy nincsenek edzések, nincsenek meccsek, ahhoz képest, mint amikor mondjuk normálisan szezon közben vagy, és akkor nincs erre annyi lehetőséged? Hát, ugye gyakorlatilag ma mind, tehát
minden nap kiveszem a részem ugye a házi munkából is, ami feltűnő, hogy most elkezdtek az utóbbi időben érdekelni a főzés tudománya, No. és azokat az ételeket, amiket én nagyon szeretek, rosszul éreztem már magam, hogy nem igaz, hogy nem tudom én is elkészíteni, és akkor Mesélj, avasd be a részletekbe. rápróbáltam pár ilyen ételre, és azt mondom, hogy egészen sikeres is voltam benne, hát van még ugye hova fejlődni, de tényleg most lelkes vagyok és recepteket nézek, szóval erre ez egy abszolút pozitív része ennek a karanténnak, hogy több időm van gondolkozni azon, hogy mit adjunk el, tervezem a heti menüt, és hogy melyik napra mi essen. Úgyhogy ez abszolút jó dolog. Ma például csirkepörköltet csináltam ilyen születésnapit. Azt hiszem a harmadik próbálkozásom volt, legalábbis az elmúlt időszakban, ami már én komolyabbnak mondható, és hát nem lett az igazi, olyan lehető volt, de na mindegy, azt Na, gondolom, de hogy várj, hol rontottad el? szerintem, hát egyrészt, hogy nagyon sótlan lett, jó, azt lehet utólag pótolni, de az, tehát egy kicsit hamarabb is levettem a tűzről, szerintem még egy negyed órát hagyhattam volna, hogy puhuljon a hús, úgyhogy hát megettük, maradt is vacsorára is, de lehet, hogy holnap ebédre is még ezt tesszük, de szerintem majd a 5.-6. próbálkozásomra már olyan lesz, amilyet tényleg szeretnék. Múlt csütörtökön Behidi Bence nagyon büszkén mesélte, hogy ő is milyen ételekre képes már, meg hogy a lazaca verhetetlen, meg hogy ő főz bodóékra, közben Ricsi írta azt, hogy ellenkezőleg éppen Bence fosztja ki a hűtőjüket, de akkor mondjuk, komolyan mondom, legközelebb elindítunk egy ilyen főzősót, ha már Bence is, Petúr Andris is, te is, mindenki elkezdett főzni, akkor csinálunk valamilyet. Bencétől azért kész gasztronómiai tanácsot? Hát egyébként, ha hiszed, ha nem, még ugye a tavalyi szezonban még Szegeden játszottam, akkor volt, hogy láttam, hogy Bence főzött azt hiszem pont carbonara spagettit, ami nekem egyik nagy kedvencem, és most már én is azt gondolom, hogy tényleg jó szinten el tudom készíteni, az az egyik nagyon specialitásom. Úgyhogy Bencével volt, hogy én láttam, hogy ő azt csinált, és megkérdeztem, hogy hogy csinálta, mint csinálta, ugye a másik nagy szakács a Makéda Szegeden, aki szintén ezekbe a témákba közbe tud szólni, úgyhogy így megosztottuk egymással a tapasztalatainkat, úgyhogy Bencével erről pont tényleg beszéltünk, és abban az időszakban kezdtem el, hogy na akkor, ha Bence meg tudja csinálni, bocs Bence, akkor nem igaz, hogy én nem tudom megcsinálni ezt a rohadt karbonára spagettit, úgyhogy de szerencsére tényleg sikerült azóta többször is. Zsolti, picit térjünk rá a kézilabdára. Nem tudom, hogy mennyit hallottál az Andrissal való beszélgetésünkből. Azért Hallottam. Itt vannak érdekes témák, vannak fontos témák, és hát az a jó dolog a Tatabánya esetében, hogy az eddigi EHF kupa teljesítmény alapján nyugodtan beszélhetünk arról, hogy te vagy ti a klubnál mit szóltok az esetleges augusztusi EHF kupa 4-es döntőhöz. Megmondom őszintén, én egy az, hogy tehát nagyon, nagyon messzire vagyunk, tehát most ha azt nézzük, hogy tehát a Szegednek és a Veszprémnek, ugye, vagy hát ha ugye összekerülnek, akkor már pedig ugye összefognak, hogyha folytatódik a BL, akkor nagyobb esélyük van oda kerülni, mint nekünk. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, de azért nekünk ugye még ott két csoportmérkőzésünk van, ráadásul nagyon szoros is a csoportunk, tehát itt egy győzelem, egy pont is nagyon nagy jelentősége lehet. Úgyhogy nagyon messzire van még ez a Final Four, nem is volt igazából szó róla. Az, hogy augusztusban akarják megrendezni, az nem tudom, én olyan kivitelezhetetlennek érzem, megmondom őszintén, ugyanúgy, mint a BL Final Four-t is, ugye a nőknél, férfiaknál. Nem tudom, hogy tényleg ebben a helyzetben hogy lehet reagálni, mi lenne a legjobb megoldás. Az biztos, hogy olyan megoldást nem tudsz találni, ami mindenkinek megfelel, szóval valahonnan engedni kell, valakinek engedni kell. Az, hogy ez ki lesz, azt nem tudom. Amit Andrics is említett, és én is szeretnék erről beszélni igazából mindenkivel, nyilván mindenki mond annyit ezzel kapcsolatban, amennyit akar és tud a költségracionalizálást illetően, ami tényleg egy nagyon szép szó ahhoz képest, hogy miről van szó. Tatabányán ezzel kapcsolatban mi a helyzet ebben a pillanatban?
vannak-e olyan infóitok, ami legalább okosabbá tesz titeket azzal kapcsolatban, hogy anyagilag hogyan alakul a közeljövőtök? Jelenállás szerint egy fizetéssel még tartozik a klub az egész csapat számára, tehát ezt az időszakot kivéve, tehát még a februári hónap az nem került kifizetésre. Úgyhogy ezen felül pedig konkrétumot nem tudunk egyelőre. Hallottunk már, nem tudom, pletykának lehet nevezni. Tehát nyilván beszélünk egymás között játékosok, és voltak olyan információk, hogy márciustól félhavi fizetésekkel leszünk a nyárig, illetve hallottam olyat is, hogy a következő szezontól is esetleg lesznek fizetéscsökkentések, nem tudom. Sajnos ebben a helyzetben azt kell, hogy mondjam, nyilván a saját pénztárcám ellen beszélek, de ez természetes. Nincs edzés, nincs munka, nincsen mérkőzés, akkor tehát ez biztos, hogy minket is érinteni fog anyagilag. Azt hiszem, hogy ez a nagyon sportszerű és korrekt hozzáállás. Már meglepően azt tényleg, hogy te is mondtad, hogy a saját pénztárcád ellen. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben azért tényleg a Andrissal, amit beszéltetek, én is olvastam, ugye, hogy a Juventusnál nyilván más fizetésekről vannak szó, tehát ők azért könnyebben túlélnek egy akár a innestek az életük végig nem kapnak fizetést, azért mi nem vagyunk ilyen szinten, nyilván de azért nyilván azt gondolom, hogy ez benne van, hogy nekünk is le kell, hogy mondjunk valamiről. És szerintem ez még a jobbik eset, ha mondjuk a klub úgy dönt, hogy felezi a fizetéseket a nyár végéig, mert vannak olyan klubok, ahol már most elküldtek játékosokat, vagy pedig nem fizetnek semmit innestől kezdve, szóval nem tudom még, hogy mi lesz, de biztos, hogy mi is érezni fogjuk. Akkor ha már te magadtól hoztad szóba, én is kérdezni szerettem volna, és nyilván nem kell itt neveket meg csapatokat mondani, de te hogyan tapasztalod, amikor mondjuk játékostársakkal beszélsz, akár az NB1-ben, akár alacsonyabb osztályban, hogy mekkora a túlélő képessége a közép vagy kis csapatoknak? Hát nem tudom, igazából én azt gondolom sajnos, ne legyen igazam, hogy jelen állás szerint, hogyha ez a járvány ugye még legalább akár csak egy optimista beszélés szerint 2 hónapig fönnáll, most az mellékes, hogy ugye a bajnokságnak lőttek vele, mert azt tudom elképzelni, hogyha mondjuk júniusban fel is oldanak mindent, 2,5 hónap leállás után mondjuk egy Veszprém-Szeged bajnoki döntőt játszik, annak nem sok értelme van, nagyon nagy a sérülés veszély. Úgyhogy szerintem ez a járvány, ez gazdaságilag talán nem tudom én kapni, de a kisebb csapatok, ahol amúgy is vannak problémák, biztos, hogy ez csak fokozni fogja, és de mondom, tehát ne legyen igazam, de sajnos nagyon úgy néz ki ez a dolog, hogy szponzorok zárnak be, mindenki nyilván a túlélésért küzd, tehát tizedleges dolog lesz, hogy a sportot támogassuk, vagy egy csapatot. Hát Zsolti, reméljük a legjobbakat, és nem csak a Tatabányának, illetve a két nagy csapatnak, hanem az összes magyar csapatnak, minden sportágról, és minden osztályról, meg minden korosztályról legyen szó. Én még egyszer boldog születésnapot kívánok, és köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni egy picit. Minden jót nektek. Szia, Zsolti! Köszönöm, sziasztok! Hello, hello, szia! És jöttek közben kérdések, hogy itt lesz-e a mai napon Tóth Timi, Borsos Attila, vagy Pásztor Pista. Azt biztosan tudom, hogy Attila már itt van. Borsos Attila, és még mielőtt kapcsolnánk Mikler Rolihoz, lehet, hogy akkor gyorsan, ha már itt a kis- és középcsapatokról beszéltünk, akkor pár szót váltunk Attilával, sőt, legyen is így, utána pedig megyünk Mikler Rolihoz. De remélem Attila nem most szaladt el éppen, amikor ő lehet, hogy még a haját megigazított, tehát azt még pont nem látjuk. Szia Attila! Azt hiszem, hogy ezt a témakört picit fűzhetjük is tovább, mert pont veled beszéltünk erről a legtöbbet. Vannak-e esetleg friss információk, ahogyan Zsoltitól most megtudhattuk félhivatalosan, azért vannak már olyan játékosok, akik kell, nem bírta tovább a klub, vagy aki már nem bírta tovább, te tudsz-e friss infókat az egésszel kapcsolatban?
Hát igazából konkrét információkat nem tudok, hiszen az elég nehéz a hírekhez jutni, illetve ráadásul leellenőrizni a híreket. Amit hallottunk, ugye az nem magyar példa, hanem a CSM Bukarestnek a példája, ahol ugye késésben voltak a fizetések, és úgy tűnt, hogy a 90 nap, ha lejár, akkor fölbonthatják a szerződést a játékosok, és akkor hirtelen a decemberi fizetést azt kiutalták a lányoknak. Egyébként nagyon érdekes, hogy nem tudom, figyelted, de euróra pontosan leírták, hogy kinek mennyi a fizetése. A havi apanázs 170 ezer euró volt nagyjából, amiből ugye Krisztián Neagunak volt 17.500, és a nem tudom, hogy kicsodának meg 800 euró, úgyhogy elég széles a fizetési villa, de minden esetre azért látható, hogy ez minden klubnál most már megmozgatja a fantáziát. Én azt gondolom, és múltkor is erről beszéltünk, ugye, hogy az, hogy ez a helyzet nehézséget okoz a kluboknak, az egy elfogadható és normális dolog, és nyilvánvaló, hogy a játékosoknak is valamilyen szinten partnernek kell lenni abban, hogy ezeket a gondokat megoldják. Ami szerintem elfogadhatatlan az, hogyha azok a már korábban meglévő anyagi problémák, mint például a Bukarestnél, de hát nyilván van egy csomó ilyen csapat, most arra használná ki ezt a szituációt, hogy tulajdonképpen kisöpörje a költségeket a klubból. Ez elég inkorrektnek tűnne nekem. De hát nyilvánvaló, hogy minden klubnál megnézik, hogy akkor most ezt hogy lehet csinálni, illetve a másik veszély ennek a történetnek az az, hogy azok a klubok, akiknek meg elég komoly tartalékuk van mondjuk, vagy olyan anyagi bázisuk van, hogy könnyebben túlélik a helyzetet, azok meg szépen a zavarosban halászva, mondjuk az átigazási piacot egy kicsit megbolygatva szerezzenek játékosokat, ez sem tartanám igazán frankónak. Most ebben az időszakban, itt a járvány kellős közepén, vagy akár még az elején, ki tudja, tudsz arról, vagy lehet, hogy picit álnaív a kérdés, zajlanak ilyenkor tárgyalások, akár olyan játékosokkal is, akiknek a következő szezonra van szerződésük, akár a saját, akár egy másik csapattal. Tehát valóban, amit mondtál az előbb, az most könnyen lehet, hogy picit nem túlságosan elegánssá teszi majd a játékos piacot? Hát nyilvánvaló, hogy vannak olyan tárgyalások, amelyek már a járványhelyzet előtt elindultak, hiszen mondjuk általában elmondhatjuk, hogy a nagy klubok azok nagyjából december-januárra befejezik a nagyobb átigazolási tranzakciókat, de azért a kisebb klubok, illetve azok, akik mondjuk nem sikerült, akiknek nem sikerült megvalósítani a megfelelő játékos leigazolását, azok azért ebben a periódusban még február, március, áprilisban is akár keresnek játékosokat, úgyhogy én konkrétan tudok olyan átigazolási tárgyalásokról, amit most nem nagyon akarok még elmondani, de majd lehet, hogy eljön az az idő is, amikor tudunk róla beszélni, magyar élkluboknál egyébként, akik hát most ütnek nyílbe üzleteket. De olyan játékosokkal, akiknek egyébként lenne már helye a következő szezonra? Hát olyan játékosokról tudok én konkrétan, akiknek lett volna helye, de végül is nem lett, mert a korábbi klubjuk nem volt képes, hogy úgy mondjam, betartani az ígéretét. Hát ugye még a végére picit elkanyarodunk a kézilabdától, de a sporttól annyira nem. Azért Svédországban megtapasztalhattam, hogy a gasztronómiát, te inkább a másik oldalról szemléled fogyasztóként, adnál-e a kedves nézőknek tippet, életmód tanácsot, hogy hogyan kell bezárt körülmények között jó formában tartani magunkat? Vagy kérdezzek olyan szemét, akit ez talán jobban foglalkoztat. Hát én valóban egy nagy hódolója vagyok a gasztronómiának, de inkább arról az oldalról, sőt, nem inkább, hanem 100%-osan arról az oldalról, hogy fogyasztom a megfelelő ételeket. És egyébként a Petur Andrissal nagyon komoly ételfotó csatákat szoktunk vívni. Most már csoportot csinálunk akkor. Nem azokat, amiket én készítek, hanem amiket ilyen-olyan helyen el tudok fogyasztani, és főleg akkor, amikor ő nem tud, és akkor hát
A steak az a gyengéje egyébként az Andrisnak, ezt hozzáteszem. Igazából arra a kérdésedre, hogy hogyan lehet formába tartani magunkat, hát nyilván a kajával azért vigyázni kell. Hát most már én is lassan oda fanyalodok, hogy itthoni mozgásokat kell végeznem, mert ugye én azok közé, a kézilabdázók közé tartozok, sokan vagyunk így, akik azt mondták, hogy mi annyit edzettünk életünkbe, hogy soha többet nem fogunk, amikor már nem kell. Aha. Úgyhogy ezt én próbálom betartani, nem olyan sokat edzek, de azért nyilván valamennyi mozgást az ember magára vállal, de mondjuk azt, hogy kimenjek futni az erdőbe, az a pillanat még nem jött el azért. Arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen kérdés-válasz láncot. Mikler Rolihoz fogunk kapcsolni. A te kérdésedet kapja meg elsőként, hogyha van hozzá valami, amire kíváncsi vagy, és azt gondolod, hogy hasznos lehet, ha megosztja itt a nézőkkel is. Hát azt hiszem, hogy a kapusoknak egy picit speciális a helyzetük, mert ugye talán egy picit jobban tudják gyakorolni otthon a mozgásokat, meg a védéshez hasonlatos dolgokat. Én, mikor gyerek voltam, mindig kapus szerettem volna lenni egyébként. Nem lettem kapus, lehet, hogy jobb is. De azt csináltam, hogy mindig egy farnak dobáltam labdákat, és azt védtem ki. Úgyhogy az lenne a kérdésem a Mikler Rolihoz, hogy már eljutott-e arra az éjségre, hogy magának dobál, és próbálja kivédeni a saját labdáit, amik egyébként nyilván nagyon-nagyon jó lövések, tehát nagyon nehéz őket kivédeni. De valamilyen önfoglalkoztatás szerintem a kapusoknál az viszonylag egyszerűbb, mint egy mondjuk egy átlövőnél, aki a szobában otthon azért nehezen tud átlőni. Továbbítani fogom ezt a kérdést, viszont az biztos, hogy a cukiság home office kézilabda edzőversenyt azt Roli nyeri vagy nyerte, mert ugye az ikrek kiejtik a kezükből a labdát, neki pedig oda kell érnie elkapni, úgyhogy ez egy remek feladat, de kifaggatom Rolit ezzel kapcsolatban is. Attila, köszi szépen, akkor jó mozgást otthonra majd lassacskán, hogyha úgy érzed. Vigyázzatok magatokra, sziasztok, szia Attila! Sziasztok! No és akkor egy kérdése fixen már van Rolinak, és mindjárt ki is derül, hogy kapusként ő hogyan bírja otthon, mert tényleg azért a kapusoknak speciálisabb a helyzetük, hogy hogyan is tudnak otthon edzeni. Szia Roli, köszi szépen, hogy itt vagy. Azt mondtad, hogy egy végén vagy. Nem, az már délelőtt megvolt. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Itt csatlakoztam már hozzátok, egészen a Zsoltitól elkezdve, nem a legejétől, hanem itt a vége felé, és olyan irigykedve néztem azt a jó kupasz fejét, hogy ő neki most az egyszer irigykedek rá, hogy ilyen rövid a haja, és le tudja vágni. Hát ez a szerencsétlen helyzet hát nem segített rajtunk. Figyelj, playoff haj. Tehát igen, majd a következő meccs előtt elmész fodrászhoz. Hát körülbelül. Az mondjuk szép lesz. Na, hogy bírod otthon, Roli? Hát kézilabda nélkül nagyon nehezen. Illetve hát most bele csöppentem egy 24 órás műszakba, ami itt a két picit illeti. Azt talán egy ilyen magaslatérző táborral ér fel. Éjszakázunk a palon. Bocsánat. A nappalok azok úgy telnek, hogy éppen az egyik pillanatban az egyik van a kezemben, másik pillanatban a másik. Játékok vannak, mindenféle érdekes dolgok, de hát lefoglalják az egész napunkat, úgyhogy így jelentkezek mindig a feleségemnél, hogy most edzhetek egy kicsit, és azt mondja, hogy jó, rendben, akkor gyorsan nekiállok és megcsinálom a napi feladatokat. Néha, mint ahogy az Attila is látta, meg te is, meg sokan megosztottam sokakkal, hogy egy kis bolondozás is belefért, megpróbáltam a kezükbe adni, de a kislányom nagyon ügyesen megrecegtette a bal kezével, elengedte, és a bal alsót meg kellett fognom, úgyhogy ez tök jó volt. Úgy balogosan ballal? Igen, balogosan ballal, direkt a bal kezébe adtam, nehogy jobbkezes legyen, úgyhogy a ballal nyomott egy bal alsót. A Zsolti, bocsánat, a Zsolt is a bal alsót. Jaj, bocsánat, elszóltam magamat. Most lehet, hogy már segítettél mondjuk Sterbi Kárpinak, aki szintén majd csatlakozik a beszélgetésbe. Szóval neked kapusként otthon milyen a home office? Hát körülbelül ugyanolyan, mint a többieknek. Nagyon labdával én sem tudok dolgozni.
az lenne a jó, hogyha ugye lenne valaki, aki dobál nekem, de hát ha én edzek, akkor a feleségem dupla adagot kap a gyerekekből, úgyhogy ő nagyon nem tud nekem segíteni. Közben látod Zsolti kérdését? Nem, nem. Akkor miért a jobb felsőben mész, ha tudod, hogy a bal alsőben? Soha, soha. Zsoltikám, boldog születésnapot így utólag. Én akartam lenni az első, de hát itt a legutolsó vagyok. Nem lehet ezt így. Bocs. Mi is volt? Ja, mi volt a kérdés? Bocsánat. Milyen otthon edzeni? Nem tudsz hát, labdázni, odáig meg? Igen. Azokat a stabilizációs gyakorlatokat, amik nekem mondjuk kimondottan fontosak, hiszen derekas vagyok, azokat nagyon intenzíven megcsinálom, és tényleg most ez nekem egy kimondottan jó időszak ebből a szempontból, hogy rá tudok dolgozni kellőképpen a derekamra. De hát nagyon-nagyon hiányzik a labda, főleg egy kapusnak. Hát lövések nélkül, a kapuban tényleg abban a 3x2-esben, anélkül mozogni, ez hát nem ugyanaz. Múlt héten kérdeztem Mátét azzal kapcsolatban, hogy neki véleménye szerint mennyi idő lenne majd visszarázódni abba a formába, ahol tartott. Hát ő azt mondta, hogy szóra-szóra idézem, hogy nagyjából egy nap, mert olyan szar volt, mielőtt vége lett, hogy az nem nehéz visszahozni. De mondjuk kapus szempontból tegyük fel, kiesik még x hónap. Mi az az időszak, aminek el kell tennie normális edzés körülmények között, hogy viszonylag megközelítve azt a formát tudjatok védeni, most bármelyik kapusról legyen szó a világon, mint ahol tartottatok tényleg március elején? Én abban biztos vagyok, hogy a kapusoknak a legnehezebb ebből a szempontból. Én az alapozásnál is mindig nézem a lövők, mezőnyjátékosok szinte az első edzéstől kezdve majdnem, hogy csak ugyanazt a formát mutatják. Persze mérkőzésen azért más, meg abba bele kell jönni azért a meccs szituációkba, de edzéseken ugyanazok a finom mozdulatok, persze egy-két edzés rámegy, de az nem hetek vagy akár hónapok. A kapuban én magamon érzem, hogy nincs meg az a reflex, nincs meg az az elővételezés, nincs, nem vagy benne, nem érzed a feelinget, az oldalt nem találod el, alábmunkád nincs alattad még, a kitörések nem úgy mennek, a szélről a helyezkedés nagyon-nagyon összetett, olyan egyszerűnek tűnik ott a kapuban ugrabugrálni, de nagyon összetett megérezni a védőt, meg újra bízni benne, újra a saját oldaladat megízdálni. Hát szerintem nekünk sokkal nehezebb, mint a mezőnyjátékosoknak. Bence közben Bánhidi pont ezen gúnyolódik, hogy elolvasod, hogy persze mindig a kapusoknak a legnehezebb. Hát nyilván ezt majd lerendezitek. Ja, igen, és évközben meg mindenki a kapusokra mutogat, hogy ha a kapus jól véd, akkor nagyon könnyű nyerni, most meg ilyenkor a kapus a hülye. Érdekes. Mennyit mozdultok ki a házból? Hát elmegyünk boltba, vagy elmegyünk, most voltunk doktornőnél, meg akarta nézni a piciket, úgyhogy ott voltunk, gyógyszertárba megyünk, illetve hogyha jó idő van, akkor muszáj kimenni a kicsikkel egy kicsit sétálni, akkor átalszanak, hogy itthon nem képesek erre, úgyhogy a jó levegőn sétálunk velük, természetesen mindenféle távolságot megtartva és mindenféle óvintézkedést betartva tesszük ezt, de igyekszünk minél többet itthon lenni, sőt, hát a javarészt azért természetesen a lakásban vagyunk. Úgy tűnik most már, hogy itt ezeknél a beszélgetéseknél a közben megjött Lékai Máté is, szóval itt ezeknél a beszélgetéseknél most már legalább akkora teret hódít a gasztronómia és a főzés, mint a kézilabda és a sport. Azért a közelmúltból én, ha jól emlékszem, te is folyamatosan osztottál meg főzős-sütős videókat. Most, hogy edzések, meccsek nincsenek, viszont van 24 órás apaszolgálat, mi van a főzéssel? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy abban az időszakban még csak ketten voltunk a feleségemmel, időnk, mint a tenger volt, most ezt nem tudom elmondani. Beszéltünk róla itthon, hogy majd kéne valamit sütni, főzni, de hát nem visz rá a lélek, megmondom őszintén, meg tényleg, tehát ha az egyiket lerakod, akkor itt a másik föl akar, a kezedbe akar lenni, vagy tisztába kell tenni, vagy altatni kell, vagy etetni kell, és sorolhatnám. Úgyhogy nagyon jó itthon lenni, tényleg nagyon szuper, hogy látom őket nap, mint nap, ahogy nőnek, de hát ez egy ember próbáló dolog, tudom, hogy egy gyerekkel is az
de hát kettővel. Közben igaza van Ágai Kis Andris kollégámnak, aki közben írt, hogy ne felejtsem el Attila kérdését, szóval az előforduló, te dobálsz magadnak, tehát falról visszapattom, vagy bármi ilyesmi feladatot te otthon el tudsz végezni, akár nem tudom, egy gumilabdával, vagy teniszlabdával, bármivel? Nem, az még nem fordult elő, most csak bent edzettem eddig. Szerintem, hogyha jobb idő lesz, akkor ki fogok merészkedni, és akkor már így van egy csomó ilyen kis flakonunk, amit a gyerekek vizéből félrerakosgatok, és akkor azokat ki fogom rakni, és azok között fogok szlalomozni, amennyire csak lehet itt a belső udvarba, vagy a kertbe. Ezen már gondolkodtam, és úgy tervezgettem is, hogy miket lehetne. Itt a garázs kapuba például az lehet, hogy majdnem akkora, mint a kapu. Úgyhogy abban lehet mocorogni egy picit, majd meglátjuk, mennyire lesz a feleségemnek kedve, vagy hát a bombáccsal egy tömbben lakunk, úgyhogy lehet, hogy áthívom kellő távolságból, mert azért most közelről nem tudnám megfogni neki, kellő távolságból lövögessen, vagy segítsen egy picit, szerintem az működni fog. Nem fogom elfelejteni a kézilabda témákat sem. Mi van a zenével? Az most teljesen pihen? Minden pihen, halálkomolyan mondom, minden. Most nem panaszkodok, nem panaszkodni szeretnék, mert csodálatos dolog tényleg látni őket minden pillanatukat, mert tényleg minden pillanatban. De ott van a dobozban, ott már azon gondolkodtam, hogy ki kéne venni, kéne csinálni egy live-ot, akár egy ilyen bejelentkezős egyórás mixet, vagy valamit. De nincs rá idő, esküszöm. Pedig nagyon szeretem, és annyira hiányzik, hogy nem tudom elmondani, és tök jó lenne, mert egy kicsit kizökkentene ebből a monotonitásból, de nincs rá idő. Szerinted mi lesz ezzel a szezonnal? Mi legyen ezzel a szezonnal? Ha az én szerény személyemet, a szerény véleményemet kérdezed, akkor nem gondolom, hogy ennek bármiféle értelme is lenne, hogy itt most akár júniusban vagy júliusban folytatódjon, mert szerintem ez hülyeség. Tehát ez az, hogy az EHF ezt kiadta, ez legyen az ő problémájuk. Nem gondolom, hogy itt bárki is ezt komolyan vette. Nem lehet komolyan venni, nincs rá lehetőségünk, hogy akkor játszunk. Szerintem ez a szezon úgy, ahogy van, véget ért. Tehát te azok mellett vagy, ami azt hiszem, hogy a többség, ebben a pillanatban legyen vége a 19-20-as szezonnak, bajnok nélkül, bajnokok ligája győztes nélkül, kieső nélkül, feljutó nélkül, minden nélkül, így ahogy most van, gyakorlatilag ez ami történt az elmúlt nem tudom hány hónap, ez 6-7, ez kuka. Ha a mi oldalunkról kell nézni ezt a helyzetet, akkor igen. Nyilván a másik oldalról sokkal jobb lenne, ha lejátszanánk a mérkőzéseket, meg lennének a kellő bevételi források, és a csapatok úgy tudnának működni, ahogy kell. Tudjuk azt, hogy az az oldal azért szorgalmazza a lejátszás lehetőségét, mert rengeteg pénz forog kockán. De nekünk, tehát mi azért nem egy olyan gépezet vagyunk, akit így fogsz, bekapcsolsz, és ugyanúgy működik, mint azelőtt. Mi emberek vagyunk, mi egy csapat vagyunk, ráadásul nem is egyéni sportolók, tehát ha most én edzegetek itthon, és még ha dobálok magamnak a falra, és megfogom, nem ugyanaz. Egy csapat vagyunk, és ráadásul olyan rendszerbe játszunk, ami a Pásztornak a rendszere, ami nap, mint nap, két órában pontosítva működik, és akkor működik, ha az minden nap ugyanúgy elő van véve, és be van gyakorolva. Nem tudom elképzelni azt, hogy sikeresek tudnánk lenni, vagy az lenne a győztes, aki nem is tudom, aki a legjobb. Ez ilyen annyira lutri lenne az egész, hogy nem is tudom elmondani. Hozzátok jutnak el így a karanténon keresztül akár hivatalos, félhivatalos információk, akár félinformációk, hogy mondjuk éppen az MKS hol tart a döntéshozatallal kapcsolatban, bár azért nagyon valószínű, hogy az MKS addig nem fog sok mindent mondani, amíg az EHF nem nyilatkozik. Igen, én szerintem ők is az EHF-re várnak, illetve én is csak annyit tudok, amennyi le lett nyilatkozva, ugye, hogy nem siettetik a befejezést, de a lényeg az lenne, hogy az EHF adjon ki egy olyan közlemény, amiben garantálja azt, hogy az a két csapat férfi-női porondon is tudjon indulni, aki a legutóbbi szezonban indult, és onnantól kezdve már nyugodt szívvel lezárhatnák a bajnokságot, és gyakorlatilag kezdődhetne a szünet. Mindenképpen szeretném kikérni a te véleményedet is a napokban megjelent nemzeti sportcikkel kapcsolatban, ami a költségracionalizálást illeti. Szegeden mi újság van?
Egyelőre nem tudunk semmi konkrétumot. Nyilván beszélgetünk egymás között a csapatban, hogy mik lehetnek az elképzelések és a lehetőségek, de egyelőre mi is csak a fél homályban tapogatózunk, abban pedig biztos vagyok, hogy már azért feljebb erről vannak tárgyalások. Szerintem napokon belül hozzánk is eljut az, hogy mi a terv, aztán majd kiderül, hogy mi lesz ebből. Roli, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor hát nem tudom, mit kell kívánni. Kitartást, jó egészséget mindenképpen, meg igazából minden jót az egész családnak. Nagyon szépen köszönjük, viszont kívánom mindenki, vigyázzon magára, és tényleg maradjatok otthon, ez most már annyira elcsépeltnek tűnik, de ez nagyon fontos, és az óvintézkedések, a kézmosás és minden, nem győzzük mindenféle platformon mondani, hogy ez nem vicc és nem játék. Köszönjük szépen, Roli. Köszönöm. Szia. Köszi szépen, sziasztok. Hamarosan jön majd Sterbi Kárpi is, előtte viszont egy picit még szétnézünk a kollégáknál. A kérések között Ágai Kis András ott van, úgyhogy nem is hagynám teljesítés nélkül ezt a kérést. Úgyhogy ő következik. Hú, Andris, megint a plafonodat látjuk először, de lehet, hogy ez már a te sajátod. Nem, figyelj ide. Nem tarthatom folyamatosan a kezemben a telefon, de hallottam mindent, és most már itt vagyok. És mit gondolsz a játékos véleményekről? Megmondom őszintén, hogy én Attilánál tudtam bekapcsolódni a műsorba, Borsos Attilánál, és Rolit hallottam. Teljesen felesleges is bármit mondanom, minden szavával egyetértek Miklán Rolinak. Én pontosan ugyanúgy gondolom, ahogy ő elvileg nyilván be lehetne fejezni a bajnokságot, a különböző elkezdett tornákat, én sem folytatnám, de ez szigorúan magánvélemény. Igen, de közben meg hallani, akár itt ezeknél a beszélgetéseknél is például Petur Andris véleményét ezzel kapcsolatban, hogy már pedig ezt valahogy be kellene fejezni, mert igenis vannak pénzügyi részei, üzleti részei, ami meg akárhogy nézzük sajnos, bármennyire is sport, meg játék, meg emberek a játékosok, de az egésznek a mozgatórugója, szóval ez azért valamennyire egy eléggé ördögi körnek tűnik. Figyelj, világos, tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amikor jó megoldás nincs, jó döntés nincs, akármilyen döntés születik, annak lesz kárvallotja. Itt inkább az a kérdés szerintem, és én azért hajlok arra, amit Roli mondott, mert nagyon fontos a pénz, tényleg az a mozgatórugója az egész élsportnak, ami ugye egy szórakoztatóipar, ezt pontosan tudjuk. Ugyanakkor most érezzük, látjuk csak igazán, hogy azért a pénznél van fontosabb szerencsére, vagy nem szerencsére, ezt most ne bolygassuk, de az, hogy a sportolók egészsége, az, hogy tényleg itt az emberek visszataláljanak a rendes kerékvágásba, az szerintem most fontosabb annál, mint hogy egy bajnokságot befejezünk, nem fejezünk be. És minden csoda 3 napig tart, ezt se felejtsük el. Tehát ezért most mindenki csóválja a fejét, tényleg rengeteg pénz forog kockán, de adja Isten, hogy ez 1-2 hónapon vagy 3 hónapon belül elmúlik. Elindul egy új bajnokság, egy új szezon. Reméljük, hogy ilyen nyomorult vírussal nem találkozunk évtizedekig. És minden vissza fog zökkenni. Azt nem tudom, hogy a régi kerékvágásba-e. Tehát számomra az a nagyon nagy kérdés, őszintén szólva, hogy az élsportnak a jelenlegi anyagi strukturális felépítése pont ugyanott fog-e folytatódni ezek után, mint ahol abba maradt. Őszintén szóval én ezen nagyon meg lennék lenne. És hát én meg pont azon gondolkoztam, miközben ezt mondtad, hogy normális kerékvágás, hogy például oké, azt mondják, valamikor majd folytatódik a bajnokság, folytatódik a bajnokok ligája, jönnek a válogatott meccsek, világesemények. Mikor jön az minden szurkolóban majd, hogy én most utazom a csapattal, mert most nem tudnám elképzelni azt, hogy a nagyon elvakult, pozitív értelemben elvakult szurkolókon kívül más most mondjuk menne a csapatával különböző országokba, különböző utazási procedúrákon keresztül menve vállal vannak a kockázatát, hogy mivel ott esetleg mégsem annyira biztonságos minden, mint amilyennek majd reméljük, hogy minél hamarabb mondják. Nézd, Zoli, ez egy olyan helyzet, amiben most ez a világ került, aminek még... Ez még nem mérettetett meg, hogy lesz. De lehet, hogy erőltetett az analógia, de nekem az jutott az eszembe, hogy amikor ezek a szörnyű terrortámadások voltak a világban, akkor is borzasztó nehezen tudtuk elképzelni azt,
hogy 2-3 héttel később majd vidámon sétálgatnak az emberek mindenhol. És megtörtént. És gyakorlatilag, ezt hozzá kell tennem, hogy szerencsére az emberek vissza tudtak zökkenni a normális életbe. Nem hiszem, hogy valaki úgy nyaralt, úgy ment meccsre, úgy ment színházba, hogy úristen, bármikor felrobbanthatnak, hanem egyszerűen visz, mert az ember valahogy így működik, így van kódolva. Én nagyon bízom benne, hogy innentől kezdve nem a rettegés fogja átszőni az életünket, hogyha utazunk, hogyha csoportosan megyünk bárhova, hogyha közösségbe megyünk, hogyha meccsre megyünk, mert hát abba belegondolni is rossz. Tehát azért rémálom. Nagyon jó vendégeid voltak a heti helyzetben, amit egyébként most már ugye YouTube-on tekintetnek meg a nézők, és azért is mondom, hogy nagyon jó vendégek voltak, mert ugye Kálnoki Kis Attila sportújságíróként elég sok témában elég mélyen beleássa magát, és egy Csurka Gergőt sem kell bemutatni, aki meg ugye igazából világszinten látja elsősorban nyilvánvalóan az úszást és a vízilabdát, de mellette azért az összes sportot. Milyen hírek jönnek a világ minden tájáról? Hol mi a helyzet? Hol a legpozitívabb, és esetleg hol kevésbé? Hát nézd, én arra emlékszem, egyébként nyilván nem véletlen, hogy ők voltak a vendégek, hosszasan gondolkodtunk, és én azért döntöttem mellettük, mert én is azt látom, hogy itt most nagyon fontos, hogy tényleg konkrét információk jussanak el az emberekhez, és ne csak úgy beszélgessünk bele a vakvilágba. Hát ugye Gergő az úszók házatájáról tudott friss információkat mondani, ugye magyarországi eseményt is érintenek a halasztások. Én azt látom, hogy mindenhol mindenki vár, és próbál valahogy sodródni az árral, mert egyszerűen nem lehet más csinálni, és tényleg a legnehezebb helyzetben a sportolók vannak, mert látod, mi itt beszélgetünk, természetesen nem ugyanaz, mint a stúdióban, és nem tudunk meccset közvetíteni, de ezeknek a szerencsétlen embereknek, ezeknek tényleg ez az életük, hogy sportolnak, hogy edzenek, és pont azt nem tudják csinálni. Nyilván nagyon sokan vannak még természetesen, sokkal rosszabb helyzetben, ezt is aláírom, de ők totálisan meg vannak fosztva attól, ami a hivatásuk, amire föltették az egész életüket, és én azt valahol olvastam, hogy ebben az egészben, amit most átélünk, a legszörnyűbb a bizonytalanságra. Egy elég hosszú ilyen pszichológiai cikket olvastam. Na most gondold el, egy átlag embernek is mekkora probléma, hát egy sportolónak, akinek véges a karrierje, aki versenyekre készül, edzeni se tud, azt se tudja, hogy mikor lesz a következő, szörnyű lehet, és visszatérve a kérdésed, de én ezt vettem ki az ő mondatóikból, hogy mindenhol ez a legnagyobb probléma, hogy nem tudják, hogy meddig kell így működni, és hogy utána mi lesz, és hogy hogyan tovább. Arról nem beszélve, hogy a pénzügyi része, amit mondasz, hát ez egy hatalmas kérdés. Ha már kérdés-válasz lánc, és azt most elmondanám a kedves nézőknek, hogy amiután Andistól elköszönök, egy pillanatra le fogom állítani a közvetítést, azonnal újraindítom, mert egy óra után kidobna a dolog, és nem szeretném, hogyha épp akkor, amikor Sterbi Kárpival beszélgetünk. Szóval a te kérdésedet is továbbítani fogom majd Árpinak, ami úgy hangzik, hogy... Sterbi Kárpitól kell kérdezni? Aha. Jó, hát én Sterbi Kárpitól azt kérdezném, hogy ugye ő bejelentette pár hónappal ezelőtt, hogy most már tényleg végérvényesen vége, legalábbis a kézilabdás karrierjének. Hát ez egy pár hónappal előbbre jött sajnos, hogy mik a konkrét tervei? Most aztán gondolkodni is van ideje bőven, nincsenek edzések, nem kell meccsekre járni. Átgondolta-e már, hogy hol látjuk majd viszont Sterbi Kárpit mondjuk egy év múlva? Ilyenkor marad-e a kézilabdában, vagy az üzleti életben, vagy hol találkozunk majd Árpival? Mert én mindenképpen szeretnék vele találkozni, hova menjek. Hogy... Hát, ha a tegnapi napon indulok ki, akkor grillezni kellett volna lemenni, mert nagyon ideges grillpartit tartott, de továbbítom neki ezt a kérdést. Úgyhogy Andris, neked köszi szépen. Hallgatlak titeket továbbra is. Hello, szia! No, és akkor most egy pillanatra ki fogom kapcsolni a közvetítést, utána várok egy-két percet, hogy mindenki visszajöjjön, és azonnal kapcsoljuk majd Sterbi Kárpit. Úgyhogy gyertek vissza gyorsan. Na, megpróbálkozunk még egyszer ezzel a dologgal. Remélem, hogy hangerőben jók leszünk. Kérlek, jelezzetek vissza, hogy lehet-e hallani. Mert ha nem, akkor kitalálunk valami más megoldást. Most egész jó, az már egy pozitív visszajelzés, köszönöm szépen.
akkor reméljük, hogy Árpinál is jó lesz a helyzet. Neki veselkedünk még egyszer annak, hogy kapcsoljuk Árpit. Remélem ő is visszatért. Mondd, hogy hallasz, Árpi. Gyengé most ismét, de... Ne idegesíts már, mindenkiről, hogy tök jó. Ja, jó volt, az előtt még magad voltál. Most megint nem jó. Hát, hallok valamit, de figyelek, jó. Na, Árpi, akkor próbálok jobban artikulálni. Szuper. Titok-e az, hogy mi volt a reakciód arra az üzenetemre tegnap, amikor egyeztettem veled a mai napot? Ez semmi, egy az a helyzet, hogy ahogy az olimpiát elhalasztották, mi próbáljuk azért a hangulatát, itten az olimpia láng az udvarba ég, és ebbe a két napban elsóltottuk a grillen a lángot, úgyhogy megpróbálunk valami szórakozást jelenteni a családnak, mert ugye nem könnyű ez a helyzet, és igyekszünk jól érezni magunkat. Tehát tulajdonképpen te beáldozod magadat, hogy a családnak jó legyen, de hogyha már akadt egy grillparti, akkor nem akartál belőle kimaradni, ami egyébként a családé volt. Persze. Hát, figyelj, étteremben nem tudunk járni, jó idő volt, most ki kell használni, jövő hétre jön a rossz idő, úgyhogy aktiváltuk a grillünket most ebbe a két napba. Hogy sikerült? Jó, szuper, próbálkozunk. Egyre jobb lesz ez szerintem. Én annyira nem megyek bele, mint a Balog, meg a Roli. Hát leegyszerűsítjük. Tűz, rács és hús. És víz ennyi. Mellé, szénsavas. Persze, higítsuk a dolgokat a szénsavval. Árpi, kezdjük a nehezével, amit itt Andris is pedzegetett, és nyilván a te esetedben ez a legnagyobb kérdés, hogy igazából simán benne van az, hogy a te aktív kézilabdapályafutásod az ezzel a vírussal véget is ért. Gondolkoztál-e ezen, vagy egyáltalán mi a helyzet most ebben a pillanatban a jövőddel? Hát szerintem én vagyok a legjobb helyzetben az összes játékos közül, mert azon gondolkodtam, hogy télen a 3 hetes szünet után, hát február volt, mire már úgy formába kerültem, meg jó éreztem magam, így most számoltam, hogy például, hogyha júli közepén kellene elkezdeni edzeni, és 4 hónap kihagyás után kb. Én el sem tudom képzelni, hogy milyen állapotban lennék, vagy hogy. Mert itt ez a hazai jogázás, a karanténban, ez kicsit olyan terhes tornára hasonlít, amiket csinálunk. Nagyon messze van a kézlabdaedzéstől, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz lenne szerintem visszatérni. Úgyhogy valami szintén boldog is vagyok, hogy így jött ki, mert 41 évesen még egy szezon megkezdeni 4 hónap pihi után, az szerintem egyáltalán nem egyszerű. Akkor, ha minden így marad, vagy így alakul, akkor veled már a pályán többé nem? Hát, hogyha így alakul, meg ahogy én gondolom, hogy lesz, hát így szerintem a Tatabánya volt a búcsú meccsem a bajnokságban. Hát ez van, ez dobta a gép, hát most nem tudunk mit csinálni ezzel. Hát, sajnálom a Final Four-t, nagyon szerettem volna ott lenni először is, aztán pedig, ha kijuttunk volna, szerettem volna ugye minden jobb eredményt elérni, megnyerni, de ez számomra már úgy látom, hogy ez lehetetlen. Egyébként arról esetleg beszéltetek, nem tudom, hogy te hivatalosan játszhatnál-e az augusztus végi Final Four-on. Én játszhatok bármikor, én szabad vagyok már. Alapvetően az be van tervezve, hogy lesz jövőre játékengedélyed? Hát nem tudom, hogy mondtam. Hát ugye, hát így, hogy 3 kapusunk van, így nem hiszem, hogy lesz. De jó, hogyha de 2 kapusunk lett volna például a következő szezonra, akkor maradtam volna a csapatnál, mint kapusedző, kapusoknak egy kicsit segítsek, és mondtam, hogy nyugodtan megcsinálhatták volna az igazolást majd, és be tudok segíteni, hogyha valami gond van, vagy akármi, úgyhogy lehet dolgoztam volna. Hát egy kicsit félek is a sport utáni élettől, mert ugye itt hetente
mérlegelem magam, vigyázok, meg minden, és ha vége lesz a pályafutásomnak, akkor nem hiszem, hogy ezen a súlyon maradok, megpróbálok mindent megtenni, és az lett volna jó, hogyha tudok még, mint kapus edző, egy kicsit ugrabugrálni ott a kapusokkal edzeni, hogy valami szinten rendbe tartsam a testemet. De most akkor mi a konklúzió? Nem leszel kapus edző? Kapus edző leszek, csak ugye szerintem így, hogy három kapus van, nem lesz játékos engedélyem, ugye? Nem leszek leigazolva. Hát jó, mondjuk játékengedély, attól lehet, mert Nagy Lacinak is van erre az évre, attól persze, hogy egy percet nem játszott. No, de akkor hol tart most a mérleg? Mondtad, hogy mérleget vonsz szinte minden nap a jövődet illetően. Most hol tart ez a dolog a gondolataidban? Mire gondolsz? Hát, hogy hogyan látod magad, mondjuk, hogyha valóban véget ért a szezon, akkor azért te üzleti fronton is érdekelt van, vagy tehát van azért civil életed neked a kézilabda mellett is. Milyen arányban borulhat fel a kézilabda és civil élet közötti egyensúly? Hát figyelj, én ugye kézlabdát imádom, szeretem, és én szeretnék a kézlabdába maradni, ugye, ami úgy is fog lenni. Ha minden jól megy, hát a magánéletben ott pedig, jaj, nekem már vannak régóta már cégeim, ez az, és most valahogy több időm van rá, most jóval kicsit gondok vannak, meg minden ugye ebben a vírus helyzettel, de örülök, hogy valamivel van, mivel foglalkoznom, mert én nézem itt a Nilsson, a szomszédom, ő ugye egy külföldi, itt van a családdal, nincs is hova menni, nem is szabad kijárni nagyon, ugye, és az elég jó, be vannak fordulva már 2 hete, ugye itthon vannak maguk egy gyerekkel, de nekem az a szerencsém, hogy azért a cégek körül azért most egy kicsit mozgalmasabb, és valami szinten leköti a napomat, hogy rendezgessem ugye a dolgaimat. És akkor annyira szeretnék én erről beszélni, hogy elég érintett és aktív vagy maszk készítést illetően. Mennyi maszkot csináltok, vagy adtok az embereknek? Hát figyelj, ugye az üzletünkben megpróbáltunk vigyázni a saját munkásaink egészségére, a saját egészségünkre, és a vásárlóknak is az egészségére, és aki maszk nélkül jött be, ugye annak ajándékoztunk természetesen maszkokat, de hát annyira nem árugassuk érte, hogy jobban ajándékozzuk. A te véleményed egyébként mi az augusztus végi Final Four, esetleges Final Four-t illetően? Tehát te is azon játékosok közé tartozol, aki elég buta ötletnek tartja, vagy te látsz abban a rációt, hogy ezt akkor meg kellene tartani? Hát itt az a helyzet, hogy mindenki, ugye többen is mondták, hogy a pénz körül forog minden, az egész sportunk, de hát a játékosoknak semmi joguk soha nem volt. Már 7-8 éve ezelőtt is azt kérték a klubok, hogy kevesebb mérkőzés legyen, ugye, hogy ne legyenek ennyire fáradtak, sok a sérült játékos, és egyre több meccset dobott be az EHF és IHF és olimpiai selejtezők, több mérkőzés van, egy EB-n, VB-n rövidebb idő alatt játsszák le. Úgyhogy akkor se tudott semmit tenni a játékos, meg most se tud mit tenni, amit mond az EHF, vagy amit mond a kézlabda szövetségünk, nekünk azt kell csinálnia. Természetesen nagyon nehéz lesz bárkinek is augusztus végére lendületbe jönni 4 hónap pihenő után, passzív ilyen tornázgatása, de kíváncsi leszek, nem lehetetlen. Hát ez a Super Globe-hoz hasonlít, azt játszották, ugye azt hiszem, hogy szeptember elején vagy augusztus végén. Hát most, hogyha júni, lehet, hogyha hamarabb kezdenének a csapatok edzeni, akkor az a 1,5-2 hónap alatt lehet, hogy valami szinten be tudnák hozni a Final Four-ig, hogyha augusztus végén lesz a lemaradás, de nehéz. Nem látom én se jó ötletet. Ha már Tatabányán és Szegeden valamennyire betekintést nyertünk az anyagi dolgokba, ugye itt a költségracionalizálást illetően, ti mennyit tudtok Veszprémben erről a részéről?
Hát figyeld, mi már beszélgettünk ugye vezetőséggel is, hát mindenki természetesen intelligensen kezeli ezt a dolgot, és mindenki tudja, hogy ebből a helyzetből mindenki negatívan fog végezni, ugye mindenki valami pénzbeli dologba, ugye a klub is rosszul jár, mi is rosszul járunk, úgyhogy ezt a teljes mértékben elfogadtuk. Most még egyeztetések vannak, hogy kb. Hogy tudunk, mennyit, hogy mégis azért egy játékos is elégedett legyen, meg a csapat is érted, hogy ne legyen a csapatnak a kárára, hogy kifizetnek bennünket. Hát össze kell szorítani, hát mi is a családba. Az idén nyáron a három gombóc helyett csak egy gombóc fagyi lesz a gyerekeknek. Levesszük egy kicsit a... Meg esetleg a Nagy Fröccsből is viceházmester lesz? Vagy mi lesz a Nagy Fröccsből meg viceházmester lesz? Vagy mi lesz a felnőttek megszorítása? Nem, ezt nem hallottam. Szóval a Nagy Fröccsből viceházmester lesz? Hát figyelj, kicsit több szódát engedünk, kicsit levesszük lájtosabbra. Attól függ, mennyire lesz meleg, érted? Közben Ágai Kis Andrist arra kérném, hogy itt írásban kérdezzen, és amíg leírja a kérdést, én azt kérdezném tőled, hogy most hogy néz ki egy napod? Hogy néz ki egy napom? Aha. Hát figyelj, az a helyzet, hogy a hétköznapom az, ugye a gyerekek itthon tanulnak, itthon leckézünk velük. Hú, hát a nyomtató patronokból rengeteg kell haza, az a nagy kiadás, mert ugye kinyomtassuk a leckéket nekik. Úgy, hát tanulgatunk, nem könnyű, most már kezdünk valahogy belejönni ebbe az egészbe, de két gyerekkel, és pont ilyen 9-10 év körülök, akik még maguk ugye nem tudnak annyira tanulni, sok a kérdés, meg minden, az elvesz sok időnket, akkor edzegetek itthon egy kicsit, próbálgatom házat rendbe rakni, ezt azt én is barkácsokat, a kertét kezgetek, átütettük a virágokat, meg valahogy megpróbáljuk valahogy elütni az időt, este pedig ilyen családi filmnézések vannak. Az a helyzet, hogy két hét múlt el kb., de meg 10 nap, vagy nem is tudom mennyi, 10 nap, 2 hét, de már félek a jövőtől, hogyha tényleg még rosszabb lesz a helyzet Magyarországon, még kevesebb kiárás lesz, mert én el sem tudom képzelni, hogy 2 hónapot én. Hát én itthon alig szoktam lenni, én útba vagyok, mindig hazajövök, ebédelek, lefekszek, és ismét indulok a csarnokba, én itthon csak alszok majdnem. És a Sztervik család mennyire óvatos? Mi? Figyelj, a gyerekek azok teljesen óvjuk a gyerekeket. Délutáni séták vannak, rollerezések, biciklizések, mikor már kevesebben vannak az utcán, teszünk egy kört, hogy levegő legyünk. Mi pedig, hát a feleségem meg én pedig, ugye a cégünk az nyitva van még ott azért még egy-két mozgás, egy napi, egy jutunk van azért még, hogy lerendezünk egy-két dolgot. És elpillanom, hogy te tényleg úgy állsz az esetleges pályafutás befejezéshez, mint ahogy az elején mondtad. Tehát te elmondtad azt, hogy hát ha vége van, akkor ez dobta a gép, ez van, de hogy belül is ez zajlik benned, hogy konkrétan elképzelhető az, hogy nem lesz több tétmérkőzésed, és akkor ez így ennyi volt? Hát az a helyzet, hogy itt ülök a néha feleségem a teraszon, és mondom, neki, hát akkor én befejeztem a kézlabdát, most már nincs több meccsem, érted? Számomra is lehetetlen, de hát ez a reális kép mostan. Mert ez a júni, júli, ez a 8. vagy 4. döntő, ezek nem tudom, ezek csak ilyen dobálóznak a dátumokkal, de nem reálisak szerintem. Minden esetre reméljük, hogy valami csoda történik majd, és láthatunk még a pályán. Azt hiszem, hogy ezt nagyon-nagyon sokunk nevében mondhatom. Ha majd csinálunk egy búcsú meccset, vagy valamit. Tétmérkőzésen. Reméljük. És köszönöm szépen, Erkő, hogy itt voltál. Vigyázzatok magatokra, és további kitartást kívánok neked is. Köszi szépen, köszi. Köszi.
Hello, sziasztok! Hello, hello! Hello! Na és akkor még egy pillanatra visszamegyünk Andrishoz, méghozzá Ágaihoz. Picit meglepett azzal, hogy tőlem szeretne kérdezni. Iszom szavaidat, Andris. Nem, kérdezz, de szia Zoli! Azon gondolkodtam, hogy nem hallottam sem, mert azóta gondolkodom a kérdéseden, és a kérdése nekem egy visszakérdésem lenne, csak nem hallottam Petúr Andris érvelését, de te biztos hallottad, hogy tulajdonképpen miért is olyan egetrengetően fontos befejezni a szezon? Tehát mi történik, ha az van, amit mondtál, igen, vonal, eddig tartott, ez most. Ezt szerintem attól azért nem kell tartani, hogy az EHF tönkre megy, remélhetőleg a magyar bajnokság is folytatódni tud, tehát mi van, ha nem? Miért annyira fenyegető vagy sürgető? Hát, én erről a saját véleményemet tudom mondani, tehát itt azért a szezon legnézettebb, legjelentősebb része hátra van, hátra lenne. Nyilvánvalóan, amiért a csapatok pénzt kapnak a szponzoroktól, minél több megjelenésük van, minél több tévés közvetítés, minél több akármilyen megjelenés, ami akarva akaratlan nem lesz, vagy legalábbis nagyon elenyésző mennyiségben és olyan platformon, aminek nyilvánvalóan mondjuk nem olyan a nézettsége, vagy olyan elérése, mint mondjuk egy Bajnokok Ligája Final Four-nak, de itt érzésem szerint egyébként nagyobb veszélyben valóban a közép és kis csapatok vannak. Én erre gondolnék, hogy ezért semmi... Na de azok, bocsánat, de azok úgyis veszélyben vannak, ha lesz Final Four. Persze. Nem függ össze. Úgyhogy itt a népszórakoztatás nyilván sérül, de én nem gondolnám, hogy a dúsgazdag klubok tönkre mennek, nem gondolnám, hogy az Európai Kézilabda Szövetség tönkre megy, reméljük. Itt, és itt mindenkinek hihetetlenül önmérsékletet kell gyakorolnia. Lásd Juventus foci csapat, ugye 4 havi bérükről mondanak leszemreben és nélkül a játékosok. Itt el kell indulnia egy ilyen konszenzusos beszélgetésnek, aztán jutni valahova. De csak erre voltam kíváncsi, hogy nem hallottam az érvelést, hogy jó, ez a show, de tulajdonképpen összedől a világ, hogyha szeptembertől indul egy új bajnokság? Szerintem nem, ha engem kérdeztek. Nekem is ez a véleményem, meg osztom is az egészet. Hát meglátjuk, hogy mi lesz majd a döntés, ha lesz egyáltalán köszönöm. Döntés. Köszönöm, csak erre voltam kíváncsi. Köszi szépen, Andris. Szia. Szia. Na és akkor még szétnézek. Jött közben egyébként kérdés, hogy jövő héten lesz-e live. Terveim szerint ugyanígy 2 csütörtökön és vasárnap, bár fixet még mondani nem tudok ebben a pillanatban, de azt megmerem kockáztatni, hogy csütörtökön 18 órától ugyanilyen körben készülhetünk, ugyanilyen kör persze nem a vendégekre illetően gondoltam. Megpróbáljuk Tóth Timit kapcsolni, mert látom, hogy ő itt van. Aztán amilyen nehézkes volt az ő elérése. Ja, és igen, jött a kérdés, hogy vissza lehet-e nézni a live-okat. Galuskának köszönhetően a Facebookra ez ki fog kerülni holnap, de egyébként itt a sztori megmarad. Ú, Timi, nagyon nem látok semmit. Közben Tóth Timi megérkezett. Szóval még mielőtt összeszedi a gondolatait, azt elmondanám, hogy egyrészt itt az Instagramon a sztorik között ott lesz az elkövetkezendő 24 órában, és amikor az a 24 óra letelik, akkor a Facebookra az egész beszélgetés kikerül. Timi, most a 3 lehetséges otthon közül melyikben vagytok? Az előzőben, a jelenlegiben, a következőben? Még a szentendrei otthonunkban vagyunk, ma már vittünk át csomagokat az új helyünkre, ami még nem a végleges otthonunk lesz, úgyhogy hát zajlik az élet, nem mutatnám meg a nappalit. Csak a sarkában, bár László itt van, már nyugdíjban szokítik, és hát itt meg romok. Tehát, hogy... Hát, ez a nem mutatnád meg? Milyen igen, tehát lássa... Figyelj, akkor már lássa mindenki, hogy miben élünk mi. Hát nem kicsit vagyunk ide, nem baj, megvan ennek a szépsége. Úgyhogy ez van. És aztán hallgattam a fiúkat, sőt, néztem Rolinak a videóját a gyerekekkel, hogy mentek az orvoshoz, hát egyszerűen szenzációs volt tényleg, hihetetlen, és hát le a kalappal tényleg, mert ott is lehetett látni, hogy az egyik aludt jó ízűen, az egyik kisgyerek a másikkal játszani kellett. Gondolom utána az aludt el, amikor a másik már felébredt, tehát, hogy ez most neki tényleg 0-24, de én szerintem ő nagyon boldog ettől. Közben, amikor Attilától kérdeztem, hogy milyen életmód tanácsokat tudna adni, akkor rájöttem, hogy hát nem ő a legalkalmasabb ember arra, hogy itt tanácsokat adjon, hiszen ti elméletileg pár hete eszeveszett diétában vagytok, hogyha ez még tart.
Hát igen, tartjuk, most jelenleg ott tartunk, hogy a hűtőnket próbáljuk kienni, ami még van benne. Ma például a menü halászlé volt, mert hogy karácsonyról még le volt fagyasztva. Nagyon finom volt, és hát ugye azt már nem nagyon tudott visszamelegíteni, csak egyszer, úgyhogy ahogy kivettük, úgy szépen meg is ettük, úgyhogy extra volt. És aztán tartjuk a diétát, igen, próbálunk alkalmazkodni, ma éppen kenyérsütőgépet, vagy sütőgépet néztünk, mert hogy azért készülünk arra, hogy mi van, hogyha nem lehet lejönni majd a otthonunkból, a hegyről úgymond, ahova megyünk most, és aztán be leszünk zárva, és hát pontosan az, hogy ugye nem normál kenyeret eszünk, hanem hogy tönköly kenyeret, tehát hogy olyat kell sütni, ráadásul élesztőmenteset is, úgyhogy néztem tegnap este már recepteket, látom nem csak nálunk volt halászlé, egészségére mindenkinek, gondolom nem a karácsonyi volt náluk. Úgyhogy hát ugye eddig is úgy volt, hogy a diéta miatt én készítettem az ételeket, és próbáltam ugye behozni új dolgokat. Elég jól állunk vele. Én szerintem elég látványos is azért, le van az arc egy kicsit. Épp mondani akartam. Lacit alig vettem észre, amikor mutattad, hogy mennyire nem látszik. Viszont Timi, egy pici kézilabda van-e? Van-e valami pletykád a kézilabda világából? Hát, ha te többet tudsz, mint azok, akikkel eddig tudtam beszélni. Hát bevallom őszintén, hogy olyan sokat nem, mert hát lefoglalnak ezek a dolgok, amiket kell, hogy villanyszerelő, gázszerelő, nem tudom én, egyebek az új helyre is, tehát hogy ilyen szempontból nem unatkozom. Ráadásul a gyerkőceimnek edzést is kell lassan tartani, úgyhogy online formában az edzéstervet írni kell, az anyagot küldeni kell nekik, mert hogy hiába 9-10 éves gyerekekről van szó, de rendszer is megkívánja, meg amúgy is én is úgy vagyok vele, hogy oké, két hét pihenőt kaptak, de utána már bele kell őket ebbe a rendszerbe állítani, ami eddig is volt, hogy mondjuk kedden és csütörtökön edzést tartani nekik, vagy nem is tudsz másfél órát, fél órákba tudsz velük dolgozni, úgyhogy akár többet is a héten. Aztán az egyetemen K7-em lesz, most regisztráltam föl az online oktatásra, úgyhogy hétfőket szerdán, azaz most következő három napban hallgatni fogom a TF-nek az anyagait, az előadásait, úgyhogy a kézilabda ilyen szempontból egy kicsit úgymond háttérbe szorul, és nincsenek is még pontos információim. A Szekeres Klárával beszélgettem, hát ő is éli ezeket a mindennapokat a kisfiúkkal, cseperedik a gyermek, foglalkoztatja őket. Én azt gondolom, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy oké, nagyon hiányzik a sport, és nagyon hiányzik, mert ugye ez az életük, de jelen pillanatban még azért ez a két hétben úgy van, hogy el vannak. Innentől lesz szerintem nehezebb, és innen indul be az, hogy azért egy idő után haszontalannak fogja érezni magát, úgymond a sportoló is, mert hogy pont ami az életét kitöltötte, az fog nagyon hiányozni, és mondom, saját magamon is érzem, hogy alig várom, hogy nyugodtan legyünk, és el tudjam kezdeni azt a ritmust, és ritmusba rakjam magam, hogy akkor felkelek, és akkor megvan egyfajta üteme a napomnak, ritmusa, benne a sport is, mert hogy az nagyon kell majd. Egy dologról nem nagyon beszéltünk itt a Tiszta Kezeket Felben egyik alkalommal sem, talán Pásztor Pistával említettük az első adásban, és most te hoztad szóba, az utánpótlás kérdése is nagyon fontos ebben az időszakban, hogy hány gyerektől veszi el a vírus azt a lehetőséget, hogy csapatként edzésen mozogjon, és innen jön a kérdés, hogy ha már említetted, mennyire nyitottak a gyerekek az online edzésre? Én azt gondolom, hogy ez nekik is egy ilyen új dolog, és ők ugye még élvezik ezt jelen pillanatban, hogy állandóan a számítógép előtt vannak, és nyomkodhatják, és megvan az újdonság varázsa. Nagyon nehéz, hát én is folyamatosan mérlegelek, hogy milyen edzésanyagot készítsek neki, hiszen aki panel lakásban lakik, annak egy kicsi lehetősége van, aki családi házban lakik, neki több lehetősége van, arra is figyelnie kell az edzőnek, hogy olyan programot adjon, ami megvalósítható, legyen változatos is, pont ezért jó az online edzéstartás, mert akkor be tudsz kapcsolni olyanokat, akiknek az udvaron tudsz tartani edzést, és be tudsz olyat, aki esetleg lakásban van, kisebb területen, de mégis el tudod fárasztani. Tehát nagyon összetett, és ilyen szempontból nagyon várom a jó időt, mert viszont ha jó idő meg lesz, és még nincsenek bezárva úgy a gyerekek, akkor mindenkitől azt fogom kérni, hogy menjen le az udvarra, tartsa meg ott megfelelő távolságot, ha lehet, akkor
egy kicsit kettő-hárman legyenek együtt, és akkor úgy próbáljanak együtt mozogni, mert azért valamennyire egy területről vannak a gyerekek. Hát a jövőben lesz ez érdekes, mert én már elkezdtem azon gondolkozni, hogy igazándiból a nyáron is be lehet ezt vezetni, hiába lesz nekik nyár, de hogy ugye októberben kezdődik a bajnokság, és hát most nagyon sok idő kiesik, és ha nem is ott vagy velük, és nem is kezded el úgy, viszont tudod ellenőrizni őket, hogy megcsinálják-e a munkát, és szépen tudsz velük dolgozni hosszú távon is, és egyre jobban hozzá tudod arra szoktatni a gyerekeket, ami viszont nagyon fontos, hogy igenis, ha kiadsz edzésfeladatot, azt csinálja meg, és csinálja meg, mert hogy magának dolgozik. Ha ezt ő már megtanulja 10 éves korától majd, és ebbe szocializálódik bele, akkor azt gondolom, hogy elérjük azt, amit mondjuk a norvégok, dánok gyerekkoruk óta csinálnak, hogy igenis, hogy mennek le, és a kondi munkát, meg a futó munkát meg tudják egyedül is csinálni. Úgyhogy a rosszban megvan a jó is, aztán, hogy ez nálunk majd mennyire megvalósítható, azt meg az élet majd úgy is bizonyítja meg a helyzet, meg amikor az ember majd méri őket, hogy valóban megcsinálták-e a feladatokat, vagy nem. Hát, szép ez az egész. Nem egyszerű, azt gondolom. Nem egyszerű helyzet. Segítenünk kell nálam is. Én is azt érzem folyamatosan, hogy ugye a nagyon sok lecke mellett, amit gép előtt ülnek, és nagyon fontos, hogy felálljanak a gép elől, és átmozgassák magukat. Ha ez naponta 3x15 perc, már akkor is nagyon sokat tettek magukért, és már akkor is nagyon sokat segítettünk nekik. Hát bízunk abban, hogy ez a része is rendben lesz, az utánpótlás képzés is a vírus idején is. Ti is vigyázzatok magatokra, és jó pakolást lesz nektek, meg aztán jó költözést először is, meg majd utána is, meg aztán találjátok meg a végleges otthont. Sziasztok! Talán. Köszi, minden sziasztok. Jó. Hello, hello, szia! Tóth Timit láttuk és hallottuk, és még szép nézek, hogy esetleg valaki, akivel nem beszéltem, de terveztem, és itt van, az valaki kimaradt, de emlékezetem szerint mindenki szóhoz jutott, aki szeretett volna, és ezzel igazából szépen lassan véget is ér a Tiszta Kezeket Fel harmadik adása. Még egyszer elmondanám azt, hogy a következő 24 órában itt a Sport TV Instagram oldalán a sztorik között visszanézhetitek, holnap pedig majd este 6 óra magasságában fel fog kerülni a Sport TV Facebook oldalára is az egész beszélgetés, úgyhogy az is, amit beszéltünk Balogh Zsoltival, Mikler Rolival és Terbi Kárpival is, hogy ki hogyan bírja a bezártságot, és ki hogyan tekint a következő hónapok elé. Azt is visszanézhetitek, visszahallgathatjátok, és Petúran is kérdésére meg a válasz, hogy mit főzünk legközelebb, az meg legyen a jövő zenéje, de lehet, hogy csütörtökön már, akkor megpróbálunk valamilyen főzős témával jelentkezni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a vendégeknek is, meg a nézőknek is, és akkor most adok egy ígéretet arra, hogy csütörtökön 18 órakor jön a Tiszta Kezeket Fel negyedik adása, addig is vigyázzatok magatokra, maradjatok otthon, sziasztok!